az általános iskolai ballagás igazán fontos esemény egy fiatal életében. Ez az első olyan határvonal, amit átlépve a gyermek egyre nagyobb léptekben indul el a felnőtté válás irányába. Éppen ezért ennek az aktusnak minden évben és mindenhol meg is adják a módját. Így volt ez idén Bátaszéken is a Kanizsai Dorottya általános iskolában. Az idei tanévben 3 osztályunk ballagott, összesen 58 tanuló. A, B, C osztály, általános tagozat, rajztagozat, emelt szintű rajzoktatás, illetve a nemzetiségi németes osztályaink ballagtak az idén. Sok jó barát, 1000 élmény, és meg annyi ismeret tarkította, tette szebbé mind a 8 tanévedet. Ma utoljára szól a csengő, hónaptól új élet vár. Hogy ez mennyire így van, vagyis hogy az utolsó általános iskolai vakációval a fiatalok számára egy teljesen új élet kezdődik el, ők maguk is érzik. A ballagó véndiákok emiatt gyakran már csak a könnyeikkel küszködve tudnak egy-egy televíziós tábnak nyilatkozni. Nagyon szomorú. Vártam is igazából ezt, de azért szomorú, hogy így elballagom. Hát a társaság miatt. Mint elhangzott, idén 3 osztályból ballagtak el az öreg diákok. 3 osztály és rengeteg különböző karakter. Mindegyiknek más volt az arculata. Mindegyiknek mások voltak az erényei, és mások voltak a hibái is. Mert azért valahol mind a kettőről említést kell tenni, a beszédemben is tettem említést mind a kettőről egy picit, jelezve azt, hogy a hibáinkat le tudjuk küzdeni, nagyon akarjuk. Én úgy próbáltam felépíteni a mondandómat, hogy legyünk egy picit tudatosak, használjuk ki a tehetségeinket, és a hibáinkból megpróbáljunk tanulni. Hát remélem, hogy valamit magukévá tettek egy gondolatokból. Éppen ezért ezekben az osztályokban is voltak olyan problémák, amelyeket ugye 4 év alatt meg kellett oldanunk, sikerült, hála jó Istennek. Azt is eredménynek tartom a mai világban, hogy a 8. osztályokban például egyáltalán nem volt tantárgyi bukás. Ezek azért egy 3 osztályt ballagtató iskolában ez eredménynek számít. Nem csak bukás nem volt, de mindenkit fel is vettek oda, ahova jelentkezett. Nagyon nagy számban voltak jó, illetve kiemelkedő tanulmányi eredmények. Tehát azért szórás is megvan, viszont a szórásnak a negatív tartománya, hála Istennek, nem következett be, sikerrel vette mindenki az akadályt. Mindenkit fel is vettek az iskolájában, és remélem, hogy sikerrel fogják majd az életüket, illetve a középiskolás életüket majd úgy irányítani, hogy sikereket érjenek el. Az első osztályban ismeretlen arcok vettek körül bennünket, akik később a barátaink, osztálytársaink lettek, életünk részévé váltak. 8 év után büszkék vagyunk arra, hogy együtt eljutottunk eddig a pillanatig, amely már a búcsú perce. Mikor felső tagozatba léptünk, új tanárok és kalandok fogadtak minket. Elég fura, mert akikkel 8 évig együtt voltatok, azok most elmennek, és te új osztályba fogsz lépni. Egy új élet vár rád, úgymond. Sok barátom lett itt, és jó volt velük úgy tanulni, meg játszani. A diákok 14 éves korukban még némileg bizonytalanok azt illetően, hogy hosszú távon mivel akarnak majd foglalkozni. Vannak viszont, akiknek már egészen konkrét elképzeléseik vannak. Én megyek focizni, meg erdész leszek. Sopronban? Nem, Szegeden. Idén az iskola igazgatója különösen sok elismerést adhatott át a végzős diákoknak, ez pedig azt mutatja, hogy bőven voltak, akik valamiben jobban teljesítettek, mint az átlag. Nem számoltam az oklevelek számát, azért is húzódott el a bizonyítvány átadás, mert ilyenkor mindig megemlítem az adott diáknál, hogy miért kapok levelet, és hát ugye meglehetősen széles körű volt, vagy könyvjutalmat, vagy egyebeket, civil szervezettől valami díjat, és nagy örömmel szolgált, hogy azért húzódott el a bizonyítvány átadás, mert nagyon sokat kellett beszélnem a sikerek miatt. Tehát ez is rendkívül örömet okozott nekem is, és a tanítástestületnek is.